Az Európai Herpetológiai Társaság 2020-as publikációja összesen 6 varangyfajt tart számon. Ezek közül a legnagyobb területen a 2021-es év két éltőjének választott zöld varangy fordul elő. Az általános közvélekedés szerint nyákás, undorító és veszélyes állatok hírében állnak, mindez azonban távol áll a valóságtól. Bőrük nem nyákás, a vizet csak a szaporodási időszakban vagy nagy nyári melegben keresik fel. Bőrük a szárazföldi léthez idomult, ennek megfelelően más kétéltőekéhez viszonyítva szárazabb tapintásúak. Mérge normál körülmények között emberre nézve teljesen veszélytelen, ám a varangy esetleges elfogyasztása okozhatna kellemetlen emésztőszervi, továbbá szív- és érrendszeri panaszokat. Meglehetősen intelligens állatok, tehát az ilyen terráriumban, állatkerti körülmények között tartott állatok, hát szinte hívásra oda mennek, szemkontaktust vesznek fel a gondozójukkal. A klímaváltozás nagyon erősen fenyegeti kétélti fajokat, egyszerűen a szaporodási helyek elvesztése miatt. Ezt ugye erősíti az a hatás is, hogyha ezeket a vizes élőhelyeket nem megfelelő beruházások, agrártevékenység tovább csökkenti. A zöld varangy Magyarországon védett természetvédelmi értéke 10 000 forint. Hazánkban és elterjedési területének déli vidékein a faj állományai stabilnak mondhatóak. Ellenben például Svédországban, ahol a zöld varangy a legritkább kétéltőek egyike. Megyénk lakott területein gyakran esnek a gépjárművek áldozatául, esős éjszakákon tömegesen hullanak el közútjainkon.